Sziasztok! A soron következő témánk a tesztoszteronszín növelés lesz, azon belül is a természetes tesztoszteronszín növelés, mivel a kettő korán sem ugyanaz, de elég sokszor hallom tőletek, hogy nem igazán mertek ilyen kiegészítőket használni, mivel féltek, hogy a saját tesztoszteronszintetek, a hormontermelésetek leáll, vagy legalábbis nagyon lelassul, na éppen ezért kellene helyre tenni ezeket a dolgokat. Mi a különbség a kívülről bevitt hormonok és a táplálék kiegészítők használata között? A kívülről bevitt hormonok esetében, amivel egyáltalán nem foglalkozunk, az az opció, hogy valóban igaz, amit ti gondoltok, hogy a saját hormontermelésetek lelassul, vagy teljesen le is áll, mivel a szervezetet arra készteti, hogy mivel így is úgy is kap hormont, nem szükséges, hogy termeljen. A táplálékkiegészítők abban segítenek, hogy a saját termelésedet maximalizálja, és éppen ezért valóban, hogyha egy kúrát végigcsináltok, utána némi visszaesés tapasztalható, de az pontosan csak arra értendő, hogy a szervezet visszaáll az eredeti szintre, vagyis azt a pluszt, amit korábban adtál neki, azt ezután elveszed majd. Mikortól érdemes egyáltalán ilyen kiegészítőkben gondolkodni? Én azt gondolom, hogy a 10 éves kor, illetve a 20-as éveid legeleje az még nem ez a pillanat. Körülbelül ilyen 24 éves kortól kezd el szépen lassan évről évre némileg csökkenni a tesztoszteron, illetve a hormontermelésed, és 35 éves kor fölött pedig már jelentősen érezhető a változás, tehát utána mindenféleképpen a barátaid lesznek. Milyen hatást érhetsz majd el a használatukkal? Ami nagyon jelentős, az az állóképesség növekedése, általános erőszín növekedés, általános közérzet javulása és a szexuális étvágy, illetve teljesítő képesség javulása. Két fő kiegészítőt találtok meg a piacon, az egyik a DA, vagyis a D-aszparaginsav, a másik pedig a Tribulus terrestris, vagyis királydénye kivonat. Most a kettőről azt kell tudni, hogy mind a kettő ugyanazt a célt hivatott, tehát a tesztoszteron szintedet növeli, viszont két teljesen különböző módon. Kétféle embertípus van, az egyikük a DA-ra reagál jobban, a másik pedig a Tribulusra. Most ami biztos, hogy a kettő együtt az szuper jól működik. A Tribuluszt hosszabb távon érdemes szedni, ez körülbelül egy olyan 1-2 hónap között fejti ki a hatását, de 3-4 hónapos szedés a legoptimálisabb. A DA esetében viszont teljesen más a helyzet, körülbelül egy olyan 2-3 hét után érezhető, viszont 30 nap után szépen lassan elkezd csökkenni a hatása, ezért ezt egy hónapnál tovább nem is érdemes. Mint mondtam, a kettő együtt az nagyon jó, de érdemes úgy használni, legalábbis például nekem az nagyon jól bevált, hogy egy darabig használod a Tribuluszt, körülbelül egy hónapig, utána becsatlakozik a DA, megint egy hónapig, és utána még egy hónapig megy a Tribulus, tehát egy ilyen 3 hónapos kúrát csinálsz, amiből egy hónap a DA. Ez egy nagyon jó hatású kiegészítő így. Nézzük, hogy mi a helyzet a vitaminok és ásványanyagok tekintetében. Egyrészt a cink, ami egy nagyon-nagyon fontos kiegészítő. Hogyha komplex tesztoszteronszín növelőket nézel, akkor a cink szinte biztos, hogy az egyik legfőbb összetevője lesz. Ezen kívül még nagyon hasznos lesz számodra a D-vitamin, illetve az E-vitamin is, tehát ezeket semmiképpen ne hagyd ki. És ezen felül vannak nyilván még olyan kiegészítők, amik nagy mértékben hozzásegítenek a sikerhez, ilyen például az arginin, a ginzeng, az L-karnitin, illetve a maka is. Ezeknek a használata egyébként a cinkkel együtt még a spermiumok termelését és mozgékonyságát is nagy mértékben javítják. Nézzünk egy-két komplex kiegészítőt, hogyha nincs kedved az elején, vagy még egyelőre ockodsz attól, hogy magadnak rakd össze. Ilyen komplet kiegészítő például a TGH, amiben ugyanúgy benne van a DA, benne van a cink, arginin, stb. Ilyen az Anadrol, vagy akár az Olimtól a Testosid. Ez mind a három egy nagyon komplex kiegészítő, lehet, hogy érdemes ezekkel próbálkozni. De hogyha bármi kérdésed van még ezzel kapcsolatban, hogy mikor, mennyit, hogyan, miért, stb., akkor gyere be hozzánk természetesen a Forgács utcai üzletben, és mindenbe segíteni fogunk.